Február 14-e minden év egyik legromantikusabb napja. Ilyenkor a virágboltok megtelnek vörös rózsákkal, különleges csokrokkal és valentinnapi érdekességekkel, kiegészítőkkel. Szalai Zsuzsa virágkötővel az idei virágtrendekről beszélgettünk. Készülnek a Valentin napra, hiszen be kell tartani az előírásokat. A rugalmas kiszolgálásról szól az idei év, hogy megszüntessék a várakozást a boltban. Az előkészületek így most hosszabbak, mint korábban. Most azért másképp készülünk a Valentin napra egyértelműen, mert mivel hogy a múlt év Valentin nap a boltosok részére más készülődés volt. Tehát másképp készültünk. Most ugye nagyban hozzá kell, át kell gondolnunk minden egyes előkészületet, egy-egy bevásárlási lehetőséget, és a végeredményként pedig a maga kiszolgálást, hogy megszüntessük azt, hogy ne gyűjjenek fel az emberek, be tudjuk tartani a távolságot, és a rugalmas kiszolgálás érdekében, tehát nagyon-nagyon előre elkészített cserepes növényeket, egy szálvirágokat, és hogy ne a várakozás időt, hogy teljesen meg tudjuk szüntetni, és hát ebbe, tehát ugye egy kicsit azért több előkészület, tehát nem az akkori gyártásokról fog szólni a virágosok élete. Az idei újdonságokat tekintve megjelentek a nem megszokott, nagyon elegáns dobozok, ahol a minőség és az elegancia számít, de a korábbi bordó és vörös virágszínek mellé jön idén a rózsaszín több árnyalata és a fehér, valamint ezek kombinációja. A dobozok egyedi stílusúak, és már nem csak virág, hanem édesség, ékszer, egyéb apró kedves dolgot is lehet meglepetésként a doboz aljába eldugni. A kis apró figurák, kedves üzenetek is megvannak a szalagokon már. A színekről fog szólni, tehát nem csak a bordó, nem a pirosról, hanem most, hogy a mellé tették nagyban a halvány rózsaszíneket, a rózsaszínt, a fehéret és ezeknek a kombinációjukat. És a dobozoknak is megvan egy nagyon egyedi stílusa, ami tehát nekem, tehát most egyelőre mondhatjuk azt, hogy különleges, mert a dobozban tehát nem csak virág, hanem esetleg édességek, esetleg ékszerek, vagy egyéb apró kedves dolgokat lehet a doboz aljára eldugni, tehát meglepetésként érheti a szeretteit. Hát ugye itt jelen vannak ugyanúgy a kis apró figurák, a kis kedves üzenetek, ezek lehetnek egy kis borítékos üzenetek, lehetnek egy kis szíves megjelenítésben. A szalagoknak az írása, tehát amit ugye azon szeretne ugye üzenni. Minden korosztály számára lehet már apró kedvességet vásárolni az üzletben, férfiaknak szóló ajándék is van. Ez azért elmondhatjuk, hogy ez nem csak a fiatalokról szól, ez a ünnep, hanem ez mindönkről szól, tehát ez egy kölcsönös ünnep mindenki számára. Ez nem csak a lányok, hogy szeretnek virágot kapni, hanem itt a lányoknak is egyenrangúan kell, hogy készüljenek, mert ez egy kölcsönös szeretet, tehát nem csak szerelem, tehát itt egy kicsit ezt ott valahogy mérlegelnünk kell, hogy itt mindegyikünkről szól ez az apró kedvesség. Tehát nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, hanem az apró, ez lehet egy pezsgő, egy szár rózsa kíséretével. Pont azért, hogy azért most azt most elmondhatjuk, hogy mikor belépünk a február hónapba, tehát azért itt egy kicsit megugranak a valentinos árak, és most már mi virágosak látjuk egyértelműen az árakat, a kínálatokat, így igyekeznünk kell arra, hogy mindenki megtalálja majd a számára behatárolt összeget, amit szeretne költeni majd a Valentin nap alkalmából. A jelen helyzetben a virágcsokor házhoz szállítása is működik Valentin napkor. Keresettek a tartós selyemvirágok, hiszen utóbbiból is vannak már nagyon jó minőségűek, és lesz, aki cserepes virágot kér szerelmének. Lesz, aki nagy ajándékdoboz kér, van, aki csak egy szár rózsát. Azt elmondhatjuk egyértelműen, hogy a virágkultúrában azért rengeteget fejlődött a minőség, és most már összehasonlít, tehát amikor összehasonlítják az emberek az élőt a sejemmel,
tehát nehezen tudják elrönteni a minőségéből kifelől, hogy ez tényleg élő-e. És épp ezért tehát azt tapasztalom, hogy nagyon sokan keresik a tartós virágdíszeket, pont ezért, mert össze lehet őket téveszteni. És ami most jellemző, amit eddig ugye tapasztaltam a megrendelések alapján, itt a cserepes virágok is jelen fognak lenni a Valentin nap alkalmával, egy kis szívecske, egy kis valentinos díszítése. Lesz, aki egészen nagy virágdobozt fog rendelni, van, aki az egyszer rózsát is el fogja vinni, vagy tehát aki már arra készül. Nyilván a mostani, hála jó Istennek, tehát a mai fiatalok azért lelkesen készülnek erre a Valentin napra, ők már jó időre szeretik leadni a megrendelésüket, van, aki érte fog jönni már kora reggel, vagy pedig ki kell, hogy szállítsuk a címre, mert egy megadott címre, amire ő fel fog bennünket kérni.